gente. Fehér 8-as ellen 5 méteres következik. Personal foul, white caps, player number 8. Oh!
scoring the game, Dinamo Masters. The player number 10, Felix Maslowski, 7th score in tournament. Thank you.
Fehér 15-ös kiáll, excuse-on Whitecaps, player number 15. És akkor itt van még ennek a legyennek. 3-2-re vezetnek a Vidám Vizilók, de hát az első legyenek követően mindenképpen remek eredménynek számít, hiszen, mint mondottam, nagyon erős az orosz ellenfél, és nagyon magabiztosan meneteltek idáig. Az első ausztrál ellenfelüket 17-6-ra, a horvát csapatot a második körben 26-ra, aztán egy argentin ellenfelet 21-4-re gázoltak el, és a nehezebb mérkőzéseiket is hozták, a kievi csapat ellen 9-6-os győzelem, aztán pedig az amerikai csapat ellen az elődöntőben 8-6. A Vidám Vizilóval a kulcsa úgy alakult, hogy az első meccsen az ukrán kievi 9-7-es verességgel kezdett a csapat,
utána viszont belelendültek a vízilovak, hiszen az amerikai csapatot küzdötre verték. Ürög is ott 4 gólt szerzett ezen a meccsen, aztán a cseh Prága volt az ellenfél. 14-4-es eredmény, Ürög és Kaiser 3-3 góllal, majd egy brit csapat következett 7-2-re remek védekezéssel, és aztán egy magyar házi elődöntő volt a vasárnapi fiúk ellen, ahol végül is 11-3 lett a vége, és azon a meccsen Víg Tamás nem kevesebb, mint 7 gólt szerzett. A csapat kérésére pedig, ahogy ők azt szeretnék volna, AC/DC zenéket játszunk a góloknál és a születekben is. Lotfi Beginek köszönhetően. Ezúttal Molnár Róbertnek.
Viktor Čekunov. Exclusion Whitecaps, player number 15, fehér 15-ös második hibája. Fehér 14-es diák. Exclusion Whitecaps, the player number 14. A Vidám Vízilovak csapata időt kér. Time out, Happy Hippos. Egy perc, 11 másodperc a hátra a második negyedből ütött a mérkőzés állása is. Ér kell egy kis biztatás a Vidám Vízilovaknak. Ezt az előbb már hallottam, a hajrá lóvak, ezt kifejtettem. Jól hangzik, leginkább ugye nincsen parka, de hát itt is. És biztos vagyok benne, hogy a fiúk ezt meghálálják. Thank you.
És ebben a pillanatban véget ér a második negyed. Kiváló összecsapást látunk, még annak ellenére is, hogy ezt a negyed ugye 3-2-re megnyerte az orosz csapat. Standing the game after the second quarter. Dynamo Masters 5, Hefi Boss 5. Szóval 5-5-re áll a találkozó, és az egyértelműen kivilágít, hogy az orosz csapatból, amely hát a Dynamo Nemedvár városné megerés nincsen, de gyanítom, hogy a moszkvaiakra gondoltak elsősorban, mert ugye ilyen küldében nyilván rengeteg orosz csapat szerepelt még, inkább a távolabb múltban azért jelen még a mai napig is akad. Szóval egyértelműen a 10-es számú játékosra kell figyelni, mindig Maslowski-ra, aki kutya a gólokat, ilyen gól mennyiséget, és eddig 5 döntőből, és felhúzatlanban még senki nem szerzett ütő. Úgyhogy egyértelmű, hogy a háromkoros orosz játékos számít a legveszélyesebbnek, de hát vannak azért további nagy nevek még a csapatban. Szerencsére nálunk is azért kapadnak rengeteg UB1-es múlta rendelkező játékos, vagy válogatott játékos is. Bene Andrásról már tettem említést, korábban a Budapesten volt még meggyőztes. Ürögi Zsoltot is említettem, aki nagyon sokáig játszott az élvonalban. Az USC-ben, de ő is volt bajnok még az Újpesten, a 80-as évek legvégén, Dóczi István, ugye a BVSC-ben és a Ferencvárosban töltötte a legszebb évei, de hát Kuron Attilát is említhetném, vagy éppen Ekve Lászlót, akinek fiáról már mindenki tudja, hogy ő lett a volt király, ugye a tavalyi évben, a Honvéd színeivel. Hozzáteszem persze, aki esetleg nem annyira tájékozott a labdarúgásról beszélünk. Kék 14-es kiáll, Exclusion White Caps, player number 2, Exclusion Blue Caps, player number 14. Kék 14-esnek a második hibája.
kapus cserélt 13-as sapkával Vince Zsolt. Védi a magyar csapat kapuját. Kék 8-as kiáll. Exclusion Blue Caps, player number 8. A Dynamo Masters csapata időt kér. Timeout Dynamo Masters. Csapata, Time Out, Happy Hippos. Utca Zsolt második nagy bravúrját láttuk a meccsen.
4 másodperc amelyik átra a harmadik negyedből. Thank you.
Ismét vezetett az orosz csapat. Az utolsó pillanatban belövik az ember előtt, mielőtt rendeződtek volna. A Vizilova, korszerző a 12-es sapkában játszó Sergei Maximov. Scoring the game, Dinamo Masters. The player number 12, Sergei Maximov. Scoring the game, Dinamo Masters, the player number 9,
Георгий Мишмадин. Mérkőzés állása 8-7, 2 perc 22 másodperc a hátra. Hatos ellen 5 méteres.
Thank you.
Thank you.